Október 8-án hétfőn tartotta a legutóbbi képviselőtestületi ülését önkormányzatunk, amelyen egy a TEIT társuláshoz történő ismételt csatlakozási kérelemről kellett döntenie a városvezetőknek. TEIT alapszabálya szerint minden képviselőtestületnek meg kell tárgyalni az ilyen jellegű határozatot, illetve kétharmados döntést kell hozni a felvétel kérésében vagy a kizárás kérdésében, és ebben csak állásfoglalást hozhat a társadalmi tanács. A tanács a határozati javaslatban szereplő 5 település, Bikács, Bölcske, Németkér, Madocsa és Dunapatai kérelmét már egyszer elutasította, de a községek most jogi képviselő útján ismét előterjesztették csatlakozási igényüket. Az előbb említett községek közül egyébként csak 3 esik bele a TEIT által meghatározott 12 kilométeres körzetbe, így az alapszabály értelmében eleve csak nekik lett volna lehetőségük a csatlakozáshoz, amelynek lehetőségével a szervezet megalakulásakor nem kívántak élni. Paksal törvény, tehát polgárjogi ügyletünk van, 10 éve szól, az most állik le, és majd most tárgyalunk jelenleg az új szerződés megkötéséről. Ott igény merül föl a bővítése, de csak 3 településsel. Tehát Paksi atomerőmű ezt szorgalmazza, ettől mi nem zárkózunk el, úgy tűnik. Tehát ezen települések ügye újra tárgyalásra kerül majd a jövőben. Most azonban 5 község együttesen nyújtott be kérelmet. Nem számoltunk arra, hogy most egységesen fölépnek és olyan kérés állnak, amit nem lehet teljesíteni. Tehát jelen pillanatban ezt, mivel kormányzati döntés is kellene bele az RHK-val kapcsolatosan, hiszen annak a pénzügyeit a éves költségvetés tartalmazza a Magyar Köztársaság éves költségvetése, és ez az atom alapba van bele, és ezt nem tudják bővíteni. Kalocsa város képviselőtestülete a TEIT társulási tanács állásfoglalásával egyetértve egyhangulag elutasította a kérelmet.